Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom. Ez az én életem. Ezért a keresztet vállaimra veszem. Ezért magamat is reá feszítetem. Szeretném harsogni kétkedők fülébe. Szeretném égetni reszketők lelkébe. Lángbetűkkel írni véres magyar égre. Ez a hit, a fegyver. Hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged. Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogót sejmére. Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe. Halottak országát feltámasztod véle. Különleges alkalomból avattak emléktáblát a gimnáziumnál, tisztelegve a majd 100 évvel ezelőtt élt vitézek előtt. Na. Tolna megyei Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek a szervezetének a meghívására érkeztünk erre a rendezvényre. Az 1920 és 1938 közötti tolnai vitézek emlékére egy táblát fogunk felavatni. Ezen a szép patinás épületen, amelyik honvéd laktanyaként működött régen, jelen pillanatban oktatási intézmény. Lévai Miklós, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke fejtette ki, mit is jelent maga a szó vitéz. Mit szimbolizál? Miért fontos ez a magyarságnak? Ez a vitéz szó a magyarban nagyon nagy töltöttséggel bír. Egy olyan katonára illik a vitéz szó, aki vitézül megharcolta a maga csatáját, harcát, és kiérdemelte azt, hogy a katona mellett vitéz katonaként is méltassák. Hát ennek nagyobb tartalma van talán, ennek a szónak, mint amit naponta elmondunk. Az, hogy a nagyháború után egy szervezetet hoztak létre, hogy elismerjék azoknak az akár egyszerű földműves embereknek, kézműveseknek, de akár képzett katonatiszteknek is, vagy diplomás embereknek a szolgálatát, amit a haza érdekében tett, sokszor élete feláldozásával, ezért hozták létre ezt a vitézi címet a vitézi rend keretében. Mivel a vitézi rend főkapitánya és a Magyar Királyi Honvédség főparancsnoka egy és ugyanaz a személy volt, így kötődünk ehhez a szervezethez is. A mai korban a fiatalságnak nehéz talán megérteni, hogy mit jelentettek elődeinknek, egész országunknak, nemzetünknek ez a két nagy háború. Óriási veszteséget, amit csak a tanulmányaikból papírra vetve, a mai korban pedig akár az okostelefonon, akár a számítógépen, a tableten nézhetnek róla filmeket, adatokat, visszaemlékezéseket. Reméljük, hogy meg is teszik. Nagyon bízom benne, hogy ez az emléktábla az itt tanuló diákoknak hétfőn egy megállási pontot fog jelenteni. Kíváncsiságból először is, hogy miért kerül, mi az a fekete tábla a falon, majd elolvasva a neveket talán rákérdeznek, vagy utána keresnek, hogy mit jelent az a kis V betű a nevek előtt, és ezek a nevek mit jelentenek. Tolna városának biztos, hogy sokat, hiszen saját szülöttei, saját lakosainak állít emléket. Vannak köznapi hőseink is. Nem kell ahhoz sem vértáldozni, sem meghalni, hogy valaki hősiesen szolgálja hazáját. Mi igyekszünk a magunk tudása, képességei, lehetőségei szerint megtenni ezt a szolgálatot, annélkül, hogy elvárnánk, hogy hőssé vagy vitézzé nevezzenek bennünket. Nem elcsépelt dolog, azt mondom, hogy a múlt tiszteletét kell, hogy kiváltsa. Ezért is mondtam, hogy ha utána néz, hogy mit jelent az a kis V betű a nevük előtt, ha utána néz, hogy a nevek mögött milyen élet rejtőzik,
és hogy mit tett azért, hogy erre az emléktáblára kerüljön, akkor talán a hazánk, nemzetünk történetéből egy pici morzsát magáévá tesz. És az is elcsépelt lehet és közhely, hogy a múlt ismerete nélkül nincsen jelenünk és nincsen jövőnk. De ez valóban így van. Mondogassuk sokszor, nem baj. De higgyük, és tegyük is így. 11 vitéz neve került fel a táblára. Életükről, a történeti háttérről Link Judit beszélt. Tőle tudtuk meg, milyen feltételei voltak annak, hogy valaki kiérdemelhesse a már említett V betűt. A vitézi szék nyilvánította ki aztán, hogy az általa érdemesnek tartott emberek vitézi rendben tömörüljenek. Tehát telket is kaptak, elismerést is kaptak. A vitézi rendben felvétel szerint lehetett jelentkezni, a következők szerint. Aki a szervezeti szabályzatban előírt kitüntetéssel rendelkeztek, tehát hősök voltak, ez a legénységi állományoknál legalább nagy ezüst vitézségi érem volt. Fedhetetlen előéletűek, erkölcsösek, testben, lélekben egészségesek, és lélekben ízig-vérig magyar érzelműek. A felvételt kérelmezni kellett, a jóváhagyást a vitézi szék mondta ki. 1939-ben volt az utolsó díszes avatás, igaz a II. Világháborúban is avattak vitézeket, de nem ünnepség keretében. A II. Világháború után sajnos nagyon sok vitéznek emigrálnia kellett, ugye a szovjet betörés miatt, és külföldön alapítottak csoportokat. 1992-ben jött el az az idő, amikor visszatérhettek a rendszerváltás után, és a magyarországi szervezetet újra megalapíthatták. A leleplezést követően áldást mondott Sipos Judit Éva református lelkész, majd a táblát Nagy Norbert, a plébánia vezetője szentelte meg.